Üdvözlök mindenkit, én Kirin 2007 vagyok, és a mai videóban vatozni fogunk. Ugye, ahogy látjátok, itt van a PZFS-en 4B-vel fogunk menni. Aztán meg majd a DV2-vel. Szóval szerintem vágjuk is bele. Ugye, PZFS-el 4B, ugye egy önjáró löveg. Most Elhalufban vagyunk, ugye 5-ös és 4-es tankok közt, és két önjáró löveg van, ugye rajtam kívül egy, de az is PZFS-el 4B. Az ellenünk van egy AMX 105 AM és egy PZFS-el 4B. Ugye itt közben vannak ilyen 5-ös rank, például a KV1, most azt keresem. Itt van például eltünk, és ott a KV1S. Még 8 másodperc van hátra az újratöltésből, és ugye itt figyeljük, hol és mikor jelennek meg a tankok. Itt van egy kis falu, vagy mondjuk város, biztos nem. Ott van, itt vannak, szépen rájuk lövünk. Azt pont nem én sebeztem. Nyíltek. Például M5-a és Stuart. Oppá! Nem talált. Miközben így random lőnek a többiek. Csapattársak, de... egyelőre nem járnak sikerrel. Na, ott van például Lács. Addigra jól elment. Ott van a T-34 is. Távolabb, mint másik oldal. De itt van. De eltűnt. 2-1-re vezetnek. És itt van az M5-es csuvartunk is szépen menekül. Ha megállnak, ott már még le is tudnám lőni. Na, kicsit tippákol. Visszamegyünk a Lácsra. És... ott van. Pont nem tudjuk ellőni, de... közelről láthatjuk. Szép dekoráció. Minden harci feses. Na, közben itt jelennek meg az új tankok. Oppá! Hát ez én voltam. Ez a csinónak annyi. Közben valaki odaírta, tisztelmagadást kérek a csinóhoz, hát megkapta. Majdnem. Ez itt van a PZ4H. Opa. Vak vagyok. Nem néztem el a térképet. Itt azért, itt is folyik a zajlik a csata. Itt is van. DV2-nk. Megfelelő páciens. Csak most épp nem tudjuk eltalálni. És el is tűnt. Ez itt a PZ4H. Ez én voltam. Hát nem én nyírtam ki, viszont én osztottam egy kis sebzést, hogy ugye itt az előbb írta. Közben most ezeket fogjuk támadni. De eltűntek, szóval mondjuk ott a KV1. Rángatom az egeret, de
azért, hogy keresél ember. Most a kávé egy lesz a... Ott a mi pátiásunk, a DV2. Ha addig nem érjek ki, akkor megpróbáljuk lerülni. Ugye mitől. Közben itt beírom. Ez én voltam. Jó, már kettő meg tankunk van, amit mi sem is tettünk meg. Közben itt van a lács is. 70 HP-val. Most ilyet nem fogunk elvenni. Várom így a fejleményeket, de közben azért figyelek ide is. Hát igen, nem a legpontosabb ez az önjáró löveg, viszont azért tud sebezni. És jelenleg ez az egyetlen egy önjáró lövegem van. Úgy is akartam ti. Igen. Ott van a 64 kritikus sebzés. Jelenleg eltűnt, de kb. Oda fogok jönni, ahol ugye kiírtam. Ott van. Ott van, támadom, állj meg. Igen. Nem rossz. Nem látszik, de... Kávé együnk tolja P28-at. Ott a T34. Ott van. Látom, de nem tudjuk kilőni. És kávé egy most akarom jelanyunk. Wow, 144 sebzés. Ezt nem gondoltam volna. Én szeretném kinyírni, szóval ezt jelzem is itt a cseten. És kinyírtam. Oppá. Mit is? Igen, ki akarom váltani. F7. Azért... Lát engem az a... BZ38 Erna. Pont mellé. Támadás, de közben itt kérek a segítséget. Jó. Még a T-34 fenyegetésére válaszolnak kell. Kinyírtam. Ne. Segítség. Jó, ez a hetszer kilőtt, de azért, ahogy látszik a csetán, ott van. 4 killen van. Jelenleg így a csapatban én vagyok a legjobb. Na, vesztettünk, de... Akkor is nekem van a legtöbb killem. Ez én vagyok. 4 killel. Ami azért nem a legrosszabb. És akkor itt van, ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugye nemrég jöttem rá. Ez nem a killeket mutatja, hanem azokat a tankokat sorolja fel, akiknek nagyobb sebzéseket okoztunk. Meg csapatpontok. Van 320. Úgyhogy én kaptam itt a legtöbb tapasztalati pontot. Ez a kávé egy 4 killer, ugyanis ez 1007-et kapott. De ugye részleges jelentés. Tehát az időtartam a 7 perc 44, megsemmisítés ideje. 7 perc 28, szóval gondolom, eddig éltem. Ez így tökéletes.
és hogy ígértem, mondjuk a DV2-vel is egyet, mert miért ne? A DV2 akkor is jó tank, ugye nehéz tank. A kicsit furcsa neve van, de azért megpróbálom kiejteni. Prokhorovka, ez a pálya neve. Itt vannak azért hármas tankok is, mint például önjáró lövegnél a Bizon, meg van azért egy PZ FSL 4B. Ugye vagyok, második legjobbként. Ellenem, akit így besoroltam, hogy Tide 95. Azért zajlik az ilyen bumbázás. Már én repülőket őszintén megmondom, nem láttam, akik így jönnének, de ez most tök lényegtelen. Na, ilyen sem volt még. Megvett az M1542. Lepattant rólam, de akkor is. Valószínűleg le fogják tiltani. Ugye, amikor én legelőször játszottam így a VOD-tal, így próbálgattam, hogy mennyi sebezhet. Meg ugye azelőtt a VOD Blitz-el játszottam csak. Ott meg nincsen team kill, szóval hiába lövöd a csapattársad ahányszor, nem fog sebezni semmit se. És akkor ezért gondoltam, hogy haha, de jó, itt is lehet ez lesz. És nem. Ők kell képzelni, hogy így egyszer-kétszer belélőttem a másik játékosba, és egy órára így letiltottak. Ami azért nem a legjobb. Most szépen ide elbújok egy pokorba. Átmegyek itt másik blokkok közé, és akkor úgy közben így támadok is. Ott is van. Section 2-t kinyírták. Nem ezt akartam, hanem azt, hogy F5. Azt, hogy ért, opa. Jó. Neki mentünk egy PZ 38 C-nek. Azért mégiscsak durva. Most így nézem. 3-1 az állás. 4-1, bocsánat, most már. És nem mi vezetünk. Ami eléggé elszomorító. Ugye ott is van, akit keresünk, így a Type 95. Mellettünk is vannak tankok. De szegény, mindkettő önjáró lövegünket kinyírták. Jó, hát mire ide értem, senki nem jött nekem egy tankot se, akit lőhetnék, szóval jelenleg most megyünk foglalni a bázist. Így 2, 3, 4, 5, 6. Ha jól számolom, 6 tank kivételével foglaljuk a bázist. Na ugye kinyírták a többit. Túl későn ért oda a lövedékem, de akkor is közben így mutatja, hogy bázisunk foglalása 2, 5, 6, 7, ugye ez azt jelenti 8, 9, 10, ugye ez azt jelenti, hogy hány másodperce, és ott a tannál mutatja, hogy hány tank, vagy kasz, és előttem a... Azért ez durva, lőnek, azt nem tudom, hogy honnan. Előttem a... Na ez a baj. Nem tudom, hackereke, de... Azért ez így látszik, hogy így... Megtámadtak. És nyerserővel támadnak. És kész nyírtak. Bezzeg a többieket, meg nem. Na, majd meglátjuk ebből mi sül ki. Remélhetőleg jó.
Hanem nem. Mert ugye általában ezzel a kettő tankkal szoktam csatázni. De itt van még például a PZ1C. Ugye abból lesz így a latch, amit majd szintű szeretnék kifejleszteni. Aztán itt van még a T116 SU76M M3LI T56 GMC Renault R35 Renault FTAC ugye Convenanter szintű 4-es tank ugye itt van a Medium 3 közben itt kírja DV2-vel veresség ezt tettük, hát ez van aztán itt van ugye Renault NC31 ez kínai japán Renault Atsu 10 TP ST FM21 ez ugye svéd azt hiszem és itt van egy olasz M1441 ugye majd ezekkel is fogunk azért menni közben így azért fejleszketek nem tudom melyik legyen ez lesz most igen elad mivel a barakban nincs hely ezért elküldjük az embereket kemény nullát kapunk vissza és eladjuk így meg tudjuk venni nem szeretnék költeni pénzt ezért most gyors kiképzésen mennek át így a katonák és köszönjük a vásárlást itt is van lett egy új tankom hát úgy tűnik, hogy egyelőre ez a videó ennyi lett volna. A következő videóban majd ígérem, megmutatom ezt, az STRV M38-at, meg ezt itt a World of Tanks Frontline-t, amit igazából alig mentem, itt mindenki ellen, ami mond. Hát, ez a videó ennyi lett volna, én Kirin 2007 voltam. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy ha még nem tettétek meg is szeretnétek, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ugye? Én Kirin 2007 voltam, sziasztok!